Sziasztok! Sajnos nem tudok veletek lenni ezen a fontos napon, de Párizs mellől a Fontainebleau-i erdőből üdvözöllek benneteket a műtermemből. Köszönöm, hogy értékelitek a munkásságomat, és ez számomra egy nagy megtisztelés. Képeimet általában életemből merítem, így jött létre ez a Zoli Bohóc című festmény is. Itt van Zoli Bohóc, a megfelelő modell, és sokan csak egy ütött-kopott tárgyat látnak benne, de mások értékelik a nosztalgiát, a derűt, esetleg a képnek a kompozícióját. Nagyon fontosnak találom, hogy az ember mindig megtartsa a gyermekkorának a látásmódját, ártatlanságát, a rácsodálkozást a világra, és azt, hogy mindig úgy értékeljük a világot, hogy a legfontosabb dolgokat vegyük figyelembe, és törekedjünk arra, hogy egymás mellett jól tudjunk élni. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!